2014. szeptember 1-e és 8-a között került sor a Felsőbánya Limpegye festőtábor tevékenységére. Ez egy kulturális művészeti eseménynek számító kibontakozás kezdete, ami a múlt művészetére, pontosabban a nagymúltú és elismert felsőbányai festészetre szeretné felhívni a figyelmet, melyre napjainkban sajnálatosan kevesen emlékeznek, vagy a fiatalság annál is kevésbé ismeri. Az idők folyamán több nagymesteri alkotás került ismeretlen helyre. A városon kívüli gyűjteményekbe kallódott el a nagyvilágban. Eljött az ideje annak is, hogy helyben maradjanak, hogy állandó kiállításokon vagy vándorkiállításokon legyenek megcsodálhatóak, hogy a közösség tulajdonát képezhessék, hogy a helyi gyűjtők kincsei lehessenek. A szervezőknek és a beavatottaknak alapos reménye, hogy lehet létesíteni egy megfelelő galériát, kiállítótermet a városban, ahol a Felsőbányán festett alkotásokat állandó kiállítás keretében szemlélhetnék. A Felsőbánya Limpegye tábor több mint 20 idei alkotás ugyancsak Felsőbánya és környékének szépségét és csodálatos környezetét húzza alá. Az itt tartózkodó festőművészek tájékozódása, alkotása következtében csodálatra méltó mesterművek jöttek létre, miközben a társaság jól érezte magát a táborban, a kirándulásokon és a számukra szervezett szórakoztató rendezvényeken. Megnyitó beszédében Hitter Ferenc a múlt kulturális örökségét vázolta. Bajas probabilkva vea posibilitatea să arate că pictura băiespriană este apreciată și merită să fie apreciată, pentru că dacă până în prezent de foarte mulți ani și hai să nu zic eu din ce ani, începând sau deloc, n-a fost accentuată această îndeletnicire, să zicem așa, în public și oficial, în mare măsură, peste tot unde ajung să vorbesc despre pictură, accentuez că anii 20 au fost, cel puțin pentru mine, cele mai însemnate, unde foarte mulți pictori de la Școala de Pictură Băimăreană din satul mare și din alte localități au venit, au vrut să înființeze tabere sau chiar școală de pictură. Nu s-a reușit pentru că acolo erau condițiile așa cum le cunoaștem acum și sigur că alte posibilități. Baia Sprie este un oraș mic cu numărul lui de locuitori de 16.000, merită ca și cultura să primească locul cuvenit și potrivit. Și eu cred că cu această tabără, în acest an, deși au mai fost tabere în deceniile trecute și chiar în prezent, deși au pictat foarte mulți individual cu mare succes, totuși noi reușim să punem bazele a ceva, a unui demers care va fi în viitor și nu numai atâta, cu atât mai mult, pentru că simt și cred că aprecierea și locul picturii își va găsi locul cuvenit printr-o posibilitate care, într-un fel sau altul, în foarte scurt timp se va realiza
Și mă gândesc aici, domnul primar, la viitoarea casă de cultură și galeriile de artă care pot avea loc acolo în foarte scurt timp. Felsőbánya hatalmas kulturális öröksége kötelezi a jelent az ősök hagyományainak, tevékenységének folytatására. Nagybányával kapcsolatosan sok a közös vonás ezen a téren, de azok mind a közösség, az egész megye művészeti kulturális gazdagságát gyarapítják. Ez természetes. Ott találhatóak a művészeti központ hagyatékai, a híres nagybányai festőiskola. Az is igaz, hogy kulturális művészeti téren, de különösen a festészet terén a két várost nem lehet elkülöníteni egymástól. Számos példa szolgál erre, és bizonyítja az állítást. Felsőbánya esetében szükség van arra, hogy a meglévő alapokra építkezzék a folytonosság, hogy a meglévő alkotások serkentsék a kulturális élet gazdagabb kibontakozását, a kultúra erősebb fejlődését, ami a kulturális turizmus fejlesztésében játszhat nagy szerepet. Pop Jan Daniel, a festőtábor gazdája, valós lehetőségeket lát, és a jövő tevékenységek biztosítását sejteti. Sperăm să fie un început de drum care să creeze valori și, părerea mea, prin asta să atragem și opinie publice și a, și a oamenilor de cultură că în Baia Sprie se va demara o acțiune, eu zic, care pe viitor să crească din ce în ce mai mult și să aducă prestigiului și a orașului Baia Sprie, a județului și sperăm să nască lucrări frumoase care normal să intre și în patrimoniul național a pictorilor și a artei. Felsőbánya polgármestere Vasile Dorin Pásca mérföldkőnek tekinti a jelen megvalósítást. Cred că ceea ce ne lipsește nouă este să îmbrăcăm toate aceste lucruri pe care sigur trebuie să le facem cu valori și cu altfel de valori. Și sunt sigur că dumneavoastră, artiștii, sunteți cei care de-a lungul veacurilor ați arătat lumii că sunteți capabili să generați aceste valori. Europa, pe care toți am vizitat-o probabil, ne arată că aceste lucruri dăinuie. Sper că dumneavoastră astăzi să puneți o piatră de temelie la Baia Sprie și să vă dea Dumnezeu inspirație în această săptămână și să creați valori care să dăinuie peste veacuri. Dr. Szucsu Nikolai egyetemi tanár alapító tagként vesz részt a rendezvényen. Mă bucur de asemenea să fim membri fondatori al unui act de cultură, pentru că Baia Sprie merita de mult, să-i spunem, într-un parteneriat a unei gelozii profesionale, să-i spunem, nu altfel, cu pictorii de la Baia Mare din prima parte a secolului XIX, și cei care au venit la Baia Sprie de au lucrat aici și să luăm în calcul doar pe Litețchi, care vine de la Satu Mare, pe Nilaș, pe Aurel Pop de la Satu Mare, Ciobă Perlot Vilmoș de la Keșchemet, care își găsesc aici un loc propice pentru creația lor și pentru Sandor Țifer din Baia Mare, în a căror memorie spunea trăiesc la Baia Mare, dar niciodată nu m-am simțit atât de împlinit ca băimărean cum sunt în Baia Sprie. Este o traducere care aparține lui Raul Șorban și pe care o citesc ca atare, dacă sunt erori, nu mi le asum în totalitate, doar eu. Echipa din care fac parte, eu cred că este o echipă destoinică. Întâmplarea face ca să fim 5 membri participanți în această tabără care ne cunoaștem, alături de domnul Covaci, de doamna Papiu Misovici,
care suntem membri ai catedrei secției de arte plastice din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare și doi absolvenți, domnul Covașlaio și Ergebet Talpoș de la Satu Mare, absolvenți ai specializării noastre, alături de doamna Kingo, care este deja o personalitate proeminentă a culturii de la Baia Mare, domnul Țenț, și mai urmează să mai vină în tabără, din câte am înțeles, domnul Dudaș Ghiulo și Bitoi Zoltan. Iată deci că este o coloratură interesantă, în primul rând, pe paliere de vârstă, pe profile distincte ca și împlinire artistice. Noi ne asumăm astfel și o provocare responsabilă pentru a întemeia aici astăzi un punct de pornire foarte important pentru ceea ce va fi în timp a dăinui ca prima ediție a taberei de plener de la Baie Sprie, având preponderent ca motiv și totdeauna am iubit acest gând a identității culturale a locului. Pentru că nelucrând aici poți veni foarte lesne cu preocupările din atelier și din altă parte. Dar contactul direct cu ceea ce se întâmplă aici, cu personalitățile, cu oamenii, cu natura, cu memoria locurilor, ne provoacă la un demers artistic la care nu poți să nu ții cont de ceea ce s-a întâmplat cu 100 de ani în urmă și de ceea ce poate să spună locurile astăzi să rostească din punct de vedere al preschimbărilor și geologice, dacă vreți. Pentru că muntele din față, de când îl cunosc eu, se reprofilează de fiecare dată într-o altă identitate toponimică a peisajului. Nagybányának a festőiskola, a kolónia alapjai világhírnevet hoztak. Ezeket az alapokat Hollósi Simon mellett Ferenczi Károly, Torma János, Réti István és Iványi Grünwald Béla a maguk módján külön-külön rakták egymásra. Az iskolának állandó működése, ha még kissé akadozva is, de meghozta gyümölcsét. Nagybánya világhírnevére nem csak a nagybányaiak büszkék, hanem a világ összes művészet kedvelői, összes művészei. Ide tartozik azonban a környék, a tájak, hegyek, erdők, de különösen Felsőbánya, ahol Hollósi külön kolóniát szeretett volna létesíteni, vagy ahol sokan önállóan igyekeztek állandóan festeni, mivel sokak számára a hely adottságai jobban voltak értékelve, a természet kedvezőbb volt a nagybányainál. Hosszú lenne a festőművészek neveinek felsorolása. Nem ez a fontos most. Talán érzékelhető, hogy a legújabb időkben kedvezőbben karolják fel a helyi értéket jelentő művészeti kibontakozást. Az utóbbi évtizedekben festőtáborok létrehozására került sor, melyen keresztül az alkotási lehetőség bővebb kibontakozása lehetséges. Több ilyen példát ismerünk. A művészeti alkotások megőrzése terén azonban még sok a tennivaló. Teodor Árde Leán a megyei könyvtár igazgatója terjedelmes és értékes előadásában a nagybányai festészet jelentőségét vázolta. Baia Mare, noi nici nu realizăm astăzi ce mare cadou ni s-a făcut, că atunci s-a venit cu astfel de mișcare care învinge Babilonia. Și cuvântul Babilonie este foarte potrivit. Dați-mi voie să vă spun ca doctor în limbă că nu este cuvânt mai potrivit când vorbim de solidaritate, de faptul că ne adunăm, decât Babilonie. Opusul este Babilonie. Și Babilonie înseamnă exact ceea ce înseamnă turnul Babel, ca semnificații. Și deschid o paranteză, chiar dacă sunt filmat și se va da la televiziune, nu mi-este frică de ceea ce spun. Uniunea Europeană, la ora actuală, n-a ieșit din stadiul de Babilonie. Și se pare că nici nu vrea să iasă. Pentru că sediul de la Bruxelles, a Parlamentului European, este chiar sediul turnului Babilonului. Deci nu vrea să rupă motivul. Ori voi, artiștii, știți că atunci când vrei să termini cu ceva, rupi motivul.
îl desfințezi, renunți la acel motiv și treci la altceva. Dacă e zoomorf, renunți la zoomorfism și treci la antropomorfism, faci ceva. Chestiunile acestea nu sunt simple. Noi nu putem ieși din matrici existențiale. Iar arta, mai ales această artă, care vine să învingă Babilonia, a fost cea mai magnifică formulă. Să adun 19, eu așa am socotit că 19 naționalități au funcționat în școala de la Baia Mare și știți, să știți că era egal cu numărul națiunilor din Imperiul Cultural Austro-Ungar. 19 naționalități erau și se pare că minus unii plus alții au compensat, au răspuns exact acestui fenomen statistic, să spunem așa, în vremurile acelea, 1896. Az idén szerveződő festőtábor szárnybontogatása is egy kezdeményezés. Az európai integrációnak nagy szerepe van a művészek mozgás lehetőségének biztosításában. A nagy többség elismeri, hogy a szabad utazási lehetőségek az Európai Unióban különösen nagy szerepet játszanak tanulmányutak szervezésében, az országok közötti műalkotások forgalmában, azok megismerésében. Helyi viszonylatban azonban nem létezik egy művészeti galéria, egy kiállító terem, egy megfelelő kulturális központ. Felbukkannak azonban kecsegtető remények is. Remélhetőleg néhány év múlva lehetőség lesz akár 3-4 kiállítás szervezésére, ahol a falakon felsőbányai festmények lesznek láthatók. Egy olyan új festőtábor létesítésére törekvő kezdeményezés, melynek elnevezése tartalmazza a város nevét és a hely elnevezését, a lakosok, a szakemberek, a képzőművészek elismerését kellene felkeltse. Felsőbánya Limpegye festőtábor. Nemzetközi és magas szakmai színvonalával, a művészetek kimagasló képviselőivel, ismert, elismert és a világon csodált festőművészekkel egy tágabb nyitást jelentenek a kívánt művészeti tevékenység gyakorlásában. A táborban alkotó festőművészek, akik jelen voltak a záró és értékelő ünnepségen, az érdeklődők hatalmas táborát csodálhatták, azoknak örvendhettek, akik jelenlétükkel megtisztelték az eseményt. A szervezők, a festőművészek, a közigazgatási képviselet, ugyanakkor a kompetens kritika jelenléte, például Teodorár Deleán a Petredulfu megyei könyvtár igazgatójának személyén keresztül csodálatukat fejezték ki a kezdeményezéssel szemben, végül pedig a látható alkotásokkal szemben. A tábor főszervezője bemutatta az alkotóművészeket és kiállított műveiket. Professzor dr. Szucsu Nikolájé. A Jasi Gheorghe Enescu Művészeti Főiskola festészeti szakán szerzett diplomát 1981-ben. 1980-81 között Gheorghe Enescu ösztöndíjas volt. Szépművészeti doktorátussal rendelkezik. Tagja a Román Képzőművészek Egyesületének, több nemzetközi szakegyesületnek. Tevékenységének utóbbi évei rendkívül gazdagok, úgy szakmai, mint pedagógiai téren. Egyéni kiállításokon,
közös és csoportos kiállításokon van jelen az országban, és több külföldi kiállításon, kongresszusok, tudományos értekezletek, versenyek, dizájnrendezvények résztvevője. Egyetemi tanár és vezető tevékenységét nagy felelősség tudattal gyakorolja. A felsőbányai táborban alkotott munkái: panoráma, virágok és bányahegy. Professzor Dr. Papiu Gréti Adrien. A Nagybányai Északi Egyetem művészeti szakán szerzett diplomát, doktori címet szerzett festészetből. A Romániai Festék Egyesületének tagja. Különleges munkáival Debrecenben, a lengyel Noviszácon, a nagybányai szalonokban szerzett elismerést. Egyetemi oktató tevékenysége kimagasló. Én kiemelem felsőbányai származását is. Kongresszusok, szakmai értekezletek, külföldi és hazai kiállítások állandó résztvevője. A táborban alkotott munkái: felsőbányai panoráma, református templom, erdő és bányászház. Dr. Kovács Bertalan egyetemi tanár. A Kolozsvári Ion Andreescu Művészeti Akadémián szerzett diplomát. A Szép Művészetek doktora címet viseli. Tagja a Romániai Képzőművészek Egyesületének. Állandó résztvevője kiállításoknak, egyéni nemzetközi csoportos rendezvényeken van jelen, versenyek, szimpozionok, festőtáborok aktív résztvevője. Kovács Bertalan rendkívüli rajzoló. Egy időben a színek és a fekete-fehér, valamint a szürke árnyalatok művésze állapítják róla szakemberek. Mint minden alkalommal, a felsőbányai táborban is fő témája a ló, melyen keresztül bizonyára az elegancia, a sebesség, a szelídség, okosság, nagyság kerül előtérbe. A ló Kovács Bertalan és az ember jó barátja egyaránt. Limpegyén alkotott munkái: legelésző ló és több más lóábrázolás, bányászház, útmenti házak. Győri Sánta Kinga. A nagybányai Kinga festészete különleges. A Kolozsvári Ion Andreescu Művészeti Akadémián szerzett diplomát festészeti szakon 1998-ban. Tagja a Romániai Képzőművészek Egyesületének. Kiállítások és festőtáborok aktív résztvevője itthon és külföldön egyaránt. Jelen volt Magyarországon, Dániában, Szlovákiában, Lengyelországban, Olaszországban, Angliában. Alkotásai között találunk olajfestményeket, pasztelt, saját technikájú miniatűrképet. A limpegyei táborban sajátos stílusában a pillanat csodáját örökíti meg két nagyobb méretű vásznan, a víz sorozatának témájaként. Talpos Elizabeth. A Nagybányai Északi Egyetem festészeti szakán szerzett diplomát. Szatmári festőművészként a felsőbányai tájakat kedveli és csodálja, az itteni tájképek egy régebbi alkotó művésze. Sikerült minden alkalommal a színek csodálatos varázsát vásznaira vinnie. Gyakran látható ezeken a tájakon. A táborban alkotott munkái között említem felsőbányai panorámaképét,
bányászházak és a limpegyei panziót. Kovács Emil Lajos, a Nagybányai Északi Egyetem festészeti szakán szerzett diplomát. A hegyek és különösen Felsőbánya tájainak hegyeinek szerelmese. Több éves festőművészi tevékenységének egyik központi része Felsőbánya, hatalmas képgyűjteményének témái onnan néznek vissza. Több kiállításon volt jelen Nagybányán és Felsőbányán is, ahol nem kis sikerrel volt megkoronázva művészi tevékenysége. Az itteni táborban többek között festett panorámaképet Felsőbányáról, a Zazar a Hegyeshegynél és a Bányahegyet. Cencz Aurél, ugyancsak jól ismert szatmári festőművész, aki Felsőbányán is sokat és szívesen alkotott. A táj és a felsőbányai házak kerülnek előtérbe témái közül. Képein apró részletekbe menően örökíti meg az alig észrevehető szépségeket. A táborban alkotott munkái között szerepelnek a Kávária, Limpegye panzió és a Városháza. Muresan Liliana. Különleges művészeti tanulmányai a templomfestésben teljesednek ki. A tábori munkához később csatlakozott, ezért egy képét állítjuk ki, a Limpegye panziót ábrázolva.
különleges művészeti esemény szervezőjeként elsősorban örömmel állapítom meg, hogy sikerült felkeltenem a résztvevő képzőművészek figyelmét, és nem utolsó sorban jelzem, hogy több más képzőművész érdeklődését, akik szívesen vennének részt a következő táborozások alkalmával. Úgy gondolom, hogy ez nem szakmai irigységet kelt, vagy művészetellenes gyakorlatot serkent. Szeretném ezúton is megköszönni a képzőművészek részvételét és a támogatói hozzáállásokat azoknak, akik segítették a tábor munkáját. A mecénáskodásnak hatalmas szerepe van. A táborszervezési segítség Popjan Daniel vállalkozó részvételével valósult meg, nélküle ez lehetetlen lett volna. Úgy szintén a közigazgatási támogatás, a várossal kötött egyezmény, Vasile Dorin Páska polgármester nagy segítséget jelentettek a művészeti esemény lebonyolításában. Köszönetet mondok ezúton is a fent említetteknek. Más művészet kedvelőknek, akik támogatást nyújtottak a lebonyolításban. A résztvevők szerint a táborozás kitűnő volt. Említésre méltóak a szórakoztató rendezvények, kirándulások és nem utolsó sorban a szállás lehetőség, de különösen a konyha, ahonnan minden alkalommal a különleges és nagyon finom gasztronómiai készítmények voltak felszolgálva a résztvevők örömére. Egy rég megálmodott, különleges elképzelés megvalósulása teljesedett be, ami felsőbánya művészeti életét gazdagítja. Örvendek, hogy büszkén szemlélhetem a nagyszerű alkotásokat, melyek itt jöttek létre, és mesterműveknek számítanak. Nem utolsó sorban szeretném megköszönni a sajtó érdeklődését és jelenlétét. Az eseményről szóltak az írott sajtó hasábjain, a helyi és központi televíziók képernyőin. Figyelemre méltó információkat közöltek az Informácia az Ilei, Bányavidéki Újszó, a Grájul Maramuresului, az E-Maramures újságok, úgy szintén a Maramures TV, az E-Maramures TV, AXA TV és a Duna Televízió műsorai, akár hírek vagy riportok formájában. A nagybánya.ro, eremarmures.ro és szatmár.ro honlapok ugyancsak tudósítottak az eseményről. Köszönet ezért az újságíróknak az érdeklődésükért. Abban reménykedve, hogy a felsőbányai művészeti élet serkentésében valamelyes szerény szerepet vállaltunk, a jövőben pedig megfelelő folytatási lehetőségeink lesznek, szolgáljanak mindezek a művészet kedvelők örömére.